Nagyon fontos adatokat közölt a kormány tegnap pénteken a nemzeti vagyon gyarapodásáról. Az önmagában összefoglalja, megmutatja azt, hogy mi a különbség a mostani nemzeti kormány és a gyurcsány kormány között. 2010 óta a másfélszeresére 12 ezer milliárdról 18 000 milliárd forintra nőtt az állami vagyon. A baloldali kormányok alatt 10 ezer milliárd forint értékű nemzeti vagyont hordtak szét. Gyócsány rabló privatizációt folytatott, és ő maga is azon lett milliárdos. A nemzeti vagyon jelentős részét széthorták, az állami vagyon nagy része egész egyszerűen magánvagyonná vált. A nemzetstratégia kiemelt vállalatok több mint kétharmadát magánkézre játszották, az energiaszektort, a nagy állami vállalatokat, a bankokat, közművállalatokat, állami ingatlanokat és földeket. Méghozzá olyan emberek magánvagyonává is vált, mint maga Gyurcsány Ferenc, aki körül ma is csak úgy kiberöpködnek százmilliók, milliárdok, ahogy ez a zavaros vagyonnyilatkozatából is kiderül. 100 millió erre az ingatlanra, 200 millió arra az ingatlanra. Ne felejtjük, hogy mindezt úgy teheti meg Gyurcsány Ferenc, hogy gyakorlatilag ő a rabló privatizáció egyik legnagyobb nyertese. A korábbi szocialista kormányban nagy befolyással bíró anyósa segítségével Gyurcsány potomáron és állami hitelbe jutott vállalatokhoz, ingatlanokhoz, és így lett milliárdos. Így került hozzá például a Motim Team is, amelynek 705 millió vételárából 700 millió állami hitel volt, vagy például a 30 millió forintért megvett állami cég, amelyet aztán 900 millió forintért adott el. De hasonlóan került hozzá például az egykori állami tulajdonban lévő Balatonöszödi villa is. Amikor tárgyúcsány Ferencet látjuk, jusson eszünkbe, hogy ő nem csak rabló privatizációt folytatott, de ő maga is azon lett milliárdos.